A Forbes gazdasági magazin 7 év állítja össze minden évben a legvagyonosabb magyarok listáját. Idén február első napjaiban jelent meg a magazin, benne az 50 leggazdagabb magyar idei frissített listájával. A Covid járvány a gazdaságon is rajta hagyta a nyomát, de a legvagyonosabb magyaroknak volt a 2020-asnál sokkal rosszabb éve is. A termelő kapacitások az első hullám alatt épültek vissza, az exporta dolgozók viszont jól jártak a forint gyengeségével. Módszertanok alapján az 50 legazdagabb magyar listáján olyan magyar milliárdosok szerepelnek, akik többnyire meghatározó üzleti tevékenységet folytatnak hazánkban, vagy akiket üzleti érdekeltségeik ide kötik. A vagyonbeslés alapja a cégértékelés, iparági szorzókat használnak, majd az így kapott értékekből levonják a vállalat hosszú távú kötelezettségeit és hozzáadják a készpénzállományt. Mindig publikusan elérhető információkból dolgoznak, ahol lehet konszolidált adatokkal. Ilyenek például a 2020. december 15-ig feltöltött éves beszámolók, a részvényeknél pedig a legfrissebb tőzsdei adatok. Újdonság módszertanukban, hogy vizsgálták az állami megrendeléseknek nagy mértékben kitett, vagy állami koncesziókat tulajdonó cégeket is. Az idei felsorolásban mi a jászfelmenőkkel rendelkező Csányi Sándort, illetve a két meghatározó vállalkozót, Kassalajost és Szatmári Zoltánt követtük. Eddig az élen a két nagy mogul küzdött egymással, az előző évi adatok alapján a Mészáros Birodalom az elédlista élén bőven meg tudta tartani polpozícióját, szépen megduzzadt 479,4 milliárd forintos vagyonával, ami nekünk csak Csányi Sándor miatt érdekes. A magazin elemzése szerint a sok évi lista vezető bankvezér Csányi Sándor otp ének árfolyamát is komolyan megütötte a koronavírus első hulláma. Ráadásul a kormány gazdaságvédelmi lépései között elsőként jelentette be a hiteltörlesztési moratóriumot. Az OTP vezér agrárbirodalma töretlenül terjeszkedik, újabb üzemek építésével bővíti kapacitását. Kasza Lajos az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is tudatosan építette a Plastik cégbirodalmát, de ennek ellenére is lecsúszott a top 10-es lista 9. helyéről. Jelenleg a 14., ebben több dologi szerepet játszhatott, a 2020-ban elköltözött Electrolux beszállítói megrendelései a térségből jelentősen hiányoztak. Azt is hallhattuk, hogy egy új autóipari gyáregység azért nem épült fel eleddig, mert Jelzberényben elég kiszámíthatatlan volt a politikai helyzet, amit a befektetők, beruházók nem kultiválnak. Illetve ebben a listában ugyan nem jelenik meg, de később a részben leégett akkumulátor üzem is éreztetni fogja a hatását. Ezzel szemben az exportra gyártás megemelkedett, és a kormány is segítette a céget. A Jászploszti Kft. nyíregyházán Nagyrédén is Jászberényben hajt végre 4,7 milliárdos kapacitásbővítést, így további export igényeket tud majd a jövőben kielégíteni. A beruházásokhoz jelentős 1,9 milliárd forintos támogatást biztosított a kormány. Így a családi cégbirodalom értéke 15 milliárd forinttal csökkent az elemzők szerint, jelenleg 101,9 milliárd forintra rúg. A dobogó harmadik helyezettje Szatmári Zoltán. Szászló sajója a piacvezető épületgépészeti szakáruház hálózat, de jelentős agrárérdekeltségei vannak a malomiparban is. Mindkét terület jelentőset fejlődött az elmúlt években. Például tavaly ősszel adták át a hazai és közép-európai malomipar legmodernebb kukoricamalmát karcagon. Az 1,8 milliárdos beruházás részben állami támogatásból valósult meg. Hasonlóan a szintén ősszel bejelentett 1,4 milliárd forintos beruházáshoz, mely jelentősen bővült a Szatmári Kft. Jászberényi logisztikai bázisa. A családi cégbirodalom egy év alatt 4,6 milliárddal növelhette értékét. Végül ezen az összesítésen mutatjuk, hogy az említett üzletemberek összesen milyen vagyongyarapodást értek el a legutóbb vizsgált egyesztendő alatt. Csányi a Covid ellenére több mint 25 milliárddal növelte vagyonát, miközben a jársági vállalkozók legnagyobbik a Kaszalajosnak 15 milliárddal visszaesett, a Szatmári családnak pedig kisebb mértékben 4,6 milliárd forinttal nőtt a vagyona.